Hello, bello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok üdv a csatornán. Amint látjátok, játszunk egy olyan játékkal, amit már játszottuk, csak nem ebben a formájában ismertük meg. És ez nem más, mint a Rust nevű játék. Amit látjátok, ha körülnézek, egy teljesen átdolgozott játékról van szó. Pont az utolsó gameplay-jeimben mindig emlegettem a Rustot, hogy jaj, mennyire nem csinálnak vele semmit, és hogy hú, de szar, hogy, hogy sok korai fejlesztésű játékkal azért foglalkoznak, azt meg így elhanyagolták. Erre pont így nézegetem így a Steam-et, és nézegetem róla, hogy rámegyek Rust, és akkor milyen új patch-ek vannak, és úristen, mondom, gyerekek, hát ez nem is a Rust, ez mit csináltak ezzel a game-mel? Na, figyeljetek, az a helyzet, hogy próbáljuk már ki ezt az új game-et. Látjátok, hogy teljesen megváltozott a környezet, most már egy ilyen tengerparti zónában vagyunk, egy ilyen hegyekkel, körülbelül részen, és hatalmas mapon, és még amit elmondanék erről egy kapásból, hogy teljesen átdolgozták a kraftolási metódusokat, teljesen gyakorlatilag az egész játékot fogták, és akkor újra nyúrták, újra elkészítették. Nézzétek, ott mintha lenne valami világított rony. Nos, de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy van egy kis probléma. Neki kellene állni kapásból, valamit kraftolni. Amint látjátok, most már megváltozott a maga a szerkezete az interfésznek is. Jobb oldalt van ugye kaja, pia szint, meg még ráadásul egy ilyen HP bárunk, és felül látható, hogy szedi a fát a karakterünk. A tárgyaknak és a fegyvereknek nincsenek durabilitéje, ami nagyon-nagyon jó dolog, végre nem kell folyamatosan javítgatni őket, bár ez lehet, hogy változni fog a játék előre haladtával, mármint úgy értem, hogyha újabb pecsek fognak kijönni hozzá. Gyakorlatilag szerintem ezt a játékot gondoltak egyet, és majd, hogy nem teljesen újra kezdték. Ja, és amint észrevettétek, kapásból elég sok minden magyar nyelvű lett a játékon belül. Nem csak magyar nyelvű, hanem ugye rengeteg nyelven elérhető most már a játék. A menüben egy kattintással elvégezhető ez a dolog, és akkor a kraftolási dolgok minden tök jó magyarul jelennek már meg. Na, vágjunk ki 1000 darab fát, mivel 1000 darabból tudunk csinálni, és egy kis kő. 1000 darabról? Mindjárt megnézem. A kraftolás nagyon jól meg van oldva, ilyen kategóriákra van szedve, itt jobb oldalt láthatjátok. Egyébként itt a karakterük, ugye látni a képességeit, mi van rajt, ilyesmi. Itt középen az inventoring, és itt jobb oldalt látjátok, hogy itt vannak a kraftolási dolgok. Például ugye számzár, ilyen lakás, vagy ilyen házzal kapcsolatos dolgok, letelepedéssel kapcsolatos dolgok. Annyi, hogy azután úgy működik a ház készítés, hogy egy ilyen tervet kell elkészítenünk, és abból akkor tudjuk utána elkészíteni a háznak az elemeit. Teljesen át van szabva a ház építés dolog. Sokkal jobb, sokkal érdekesebb, sokkal változatosabb épületeket lehet létrehozni. Nos, mi van itt még? Ugye tábortűz, doboz, kemence, lámpás, hálózsák. Igazából rákattintotok, megcsináljuk. Sokkal nagyobb az igénye a dolgoknak. Látjátok, hogy például 100 darab fa kell a tábortűzhez. Nem kell tovább megjedni, nagyon gyorsan szeri most már a karakter a fát például, meg más dolgokat is. Egyébként nekem ez a grafika nagyon tetszik, ez az egész sokkal, sokkal, sokkal kifinomultabb, sokkal érdekesebb, sokkal szebb, és csak jól tudok mondani erről az egész új Rust-ról, mint hogyha kicserélték volna, de minden a jó irányába változott. Na, 200 fa kell és 100 darab kő a kő baltánkhoz, ami egy alapvető fegyver, ugye? Ezt meg kell valósítani mindenképp. Menjünk arra, ott van valami, úgy látom. Bár az a nagy probléma, és kacok, hogy le fog menni a nap, de viszont az egy jó dolog, hogy most már a fáklyánk az nem. Nem, van egy kicsit durability-je, ez miatt nincs olyan, nincs rá esély, úgymond, hogy eltörik, vagy elhasználódik, ez nagyon-nagyon jó dolog egyelőre. Nagyon gyorsan ki kellene szednem, mennyi, hány darab kő kellett, mit mondtam, 100 darab? És maga a grafika is, nézzétek meg, mintha kapott volna egy ilyen nagyon brutál, szép shader módot az egész, meg a textúrákat is sokkal lágyabbá, sokkal finomabbá varázsolták, újra rajzolták őket. Gyakorlatilag az összes fegyvernek mindennek más textúrája van.
nekem nagyon tetszik, nekem sokkal jobban tetszik, mint az előző Rust. És ezt nem győzöm elmondani, ne arra úgyatok, hogyha itt ismétlem magam, de általában ez lehet, hogy egy-kétszer elfogom, tényleg. Nos, kacok, megvan ugye a 100 darab, és akkor csináljuk, kraftoljunk egyet, meg is mutatom, hogy van. Annyi az egésznek, itt a kőbalta, rákattintatok, elindul itt jobb oldalt lent egy ilyen folyamatjelző, és gyakorlatilag ugyanúgy mozoghattok, futhattok, bármit csinálhattok, nem akadályoz benneteket a mozgásban, nem akadályoz benneteket semmibe, hanem, de viszont egy ideig tart bármit lekraftolni, nagyobb dolgokat, ugye tovább, kisebb dolgokat, kevesebb ideig. Imádom a tengerpartokat, viszont itt kevés a fa. Ja, és a fákról lehet tudni, most már úgy működik az egész, hogy nem úgy működik, mint régen, hogy ütöttétek a fát, és akkor mit tudom, hogy kiírta, hogy többet nem lehet kinyerni. A fák eltűnnek, viszont újra spawnolnak. Újra spawnolnak. A lakott területekről, vagyis az ilyen civilizált részekről, amit lehet tudni, így ezt elmondanám, annyi, hogy ritkábban vannak. Ez a map szerintem sokkal nagyobb, változatosabb, többféle bajom van rajta. Például ugye van ilyen tengerpartos, van hegyvidék, van erdős rész, és ha jól tudom, van sivatag is, kaktusz, minden ilyesmivel. Ugye sokkal változatosabb, mint a North amerikai ilyen hegyvidéki terep, ami ugye az előző részben volt gyakorlatilag. És imádom én például a tengerparti részt, úgyhogy lehet, hogy valamilyen tengerparti részre fogunk letelepedni. Ezt megnézem, ezt a világított rajt. Azt megmondom, hogy lootot nem tudom, hogy lehet szerezni a játékban. Annyit, hogy belepillantottam, mielőtt elkezdtem azt a videót, hogy azért valami fogalmam legyen a dolgokról, hogy azért tudjak egy-két dolgot mondani nektek így kapásból, hogy mi változott, és meg magamnak is, hogy ugye érdemes csinálni róla a videót. Na, az a helyzet, hogy vannak ilyen, igazából kettő darab ilyen létesítményt találtam, egy világított torony, ezt a fajtát, meg egy rádióteleszkopot. Loot egyikben sem volt, nem tudom, hogy a loot az mennyire gyakori a játékban, mennyire lehet majd találni, vagy mindent magunknak kell előállítani, nem tudom. Úgyhogy ezt majd együtt fogjuk megtapasztalni. Mindenképp akarok ezzel a játékkal sorozatot, rettenetesen jó volt. Jó, sokkal jobban, sokkal kiforrottabb az egész, mint az előző verziókban. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Na, gyerekek, akkor itt az a világított valami, ezt lehet, hogy meg kell néznünk. Csak azt nézem, hogy felkeltél már, volt. Lehet, hogy még nem. Gyerekek, csinálunk egy olyat, hogy én elkezdek fát vágni, és ja, megcsináltuk közben az időnket. Azt nézem, hogy végzett vele, jó, végzett. Rárakom hármasra, és akkor csinálhatnánk, vagy vághatnánk néhány fát. Még nem is jött fel, ahol eléggé világos van. Ja, de, ott van. Nagyon-nagyon gyorsan elmúlik az éjszaka. Ezt még elmondanám, hogy végre nem az van, hogy éjszaka tök sötét van. Látjátok, hogy a hold elég jól világít. Jó, annyira azért nem, hogy most ilyen nappali fény legyen, de azért lehet, látjátok, lehet tájékozódni. Szépen megvan az árnyék a holdnak is. Nagyon jól néz ki, tényleg. Olyan, kb. Úgy tudom, ahhoz tudom hasonlítani ezt az egészet, mint amikor Minecraftot shader mód és shader mód nélkül játszhatok. Nagyon szép. Hop, 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 hop. Gyerekek, mi az? Ott van egy repülőgép. Ott lagol végig egy repülő, vagy ilyen lassan megy. Kicsit ilyen akadozva, mi a franc az? De úgy látom, nem dobott semmit. Itt viszont az a vicces, a villogás, hogy beterít itt az egész környéket. Na mindegy. Inkább vágok egy kis fát, úgy látom, dobni nem dob semmit, nem tudom, mi cél szolgál. Na, amikor... Na most elment a hold, így most elég sötét van, viszont ugye van fánkjánk. Vágok néhány fát. Ezzel ugye már rettenetesen gyorsan tudjuk vágni a fát. Láttatok, el is tűnt teljesen, ezt újra fog respawnolni valahol. Random helyen, elvileg a játékban. Ha jól tudom, nem pont itt, hanem random helyen. Na. Vágok néhány fát tényleg, mert ugye ez az alapvető építőanyag a játékban. Nagyon nem akarok bemenni a
az erdőbe, így sötétbe főleg, mivel vannak vadállatok. Nem tudom, hogy milyen vadállatok vannak pontosan. Egyet tudok, hogy medve az van, és nem kellene össze küzdésbe keverednem bele. Na jó, szupi, oké. Ne oltasd el. Nem sokára fel kell a nap, és akkor keresünk egy olyan helyet, ahol le fogunk telepedni. Tényleg ne arja azért, hogy itt így éjszaka bolyogunk, de ugye, mivel ez egy mondjuk úgy, hogy mint egy multiplayer játék, ugye ez egy szerveren zajlik mindenképpen ezek az események, nem tudunk beletörgetni az időbe. Ez nem úgy működik, mint Minecraft, hogy lefekszek és akkor reggel lesz, hanem ez minden, az mi volt ott? Jobb, mint ha valami fényt láttam volna, lehet, hogy a fákján fénye valami. Valahogy furcsa metült. Ha tényleg srácok, akkor keljen már fel az a nap, és akkor megcsináljuk a táborhelyünket. Nagyszerű. Azt nem tudom, miért toltja el mindig a fákját, amikor így előveszem. Na. Érdekes ez a hegy is. Nem tudom a hegyekre mennyire lehet felmenni, meg is mennyire dekoráció szinten van inkább. De úgy látom, hogy ezt a folyót kellene itt követnem, és akkor talán kiugrok valami. Nagyon örülnék valamilyen lakott területnek, mivel ott esetleg találok valami lootot is. Bár megkockáztatom, hogy ebben a verzióban még nincsenek. Nincs loot, hanem egyszerűen magad tudod előállítani a dolgokat. Úgy láttam, hogy ugye például még papírt is tudunk előállítani fából, meg mindent igazából. Na, kell fel a nap, nagyszerű. Úgyhogy nem kell lassan, nem kell világítanom. Lehet, hogy itt valahogy egy ilyen erdő az legyen a közelben az... Oh. Hogy van valamilyen épület. Látjátok, srácok? Lehet, hogy ezt kikapcsolom, azt akkor jobban is látni. Ott! Egy kutya van. Vagy valamilyen szobor van egy négy darab talapzaton. Négy darab lábon, oszlopon. Ott. Ó, kicsit megvárjuk, hogy fel kell a nap, addig vágok egy-két fát meg. Itt látom, hogy vannak kövek, ezt begyűjtjük. Tényleg medvével megtalálkozzunk lehetőleg. Iszonyat sok cuccot le... Ó! És ez fogy el ez a szikla, jól látom? Nagyon jó. Azt nem tudom, hogy a kövek azok respawnolnak-e vagy nem. Lehet, hogy nem. Mondjuk az... Ugye logikus lenne, hogy nem, ugye? Viszont iszonyat mennyiséget ki lehet belőle termelni. Na, szupi. Nézzétek ezt a napfelkeltét. Na hát egy játékban azért így kell neki nézni egy napfelkeltének. Ugye, szövődést pont ezért nem azt mondom, hogy nem szeretem, hanem azt, hogy hiányolom belőle, hogy most nézzétek, ez a játék iszonyatosan jól fut. Komolyan nagyon jól fut. Még felvétel közben is brutál FPS-t produkálni. Max beállításokon. A szövődést, ami azért eléggé csúnyácska kis game már, ilyen képes arra, hogy ilyen 20 FPS alá zuhan. Oké, hogy max beállítások, de azok a max beállítások azért elég csúf kis max beállítások, tudjátok mire gondolok. De Seven Days nem valami szép játék. Na jó, oké, nézzük meg ezt a képződményt. Szerintem ez valami szobor, egyszerűen csak annyi. Az egy kutya van felszerelve négy darab lábra, vagy valami farkas. Gondolom inkább farkas. Hop 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 hop. Ajaj,
Na jó, azt hiszem, hogy az nem fog működni egyelőre. Mindegy, srácok, mi le kellene telepednünk valahol. Le kellene telepedni, és tényleg olyan helyen, ahol vannak fák, viszont valami tengerparti rész. Elmegyünk erre, és körülnézünk. Ja, egyébként stamina sincs a játékban, aminek nagyon tudok örülni, mivel gondolom még annyira alfa, hogy ezt még nem rakták be, és így legalább futhatunk folyamatosan. Nagyon szupi. Elmegyek még egy kicsit erre. És akkor tényleg itt van egy csomó fa. És akkor itt valahol letelepedek szerintem. Hát szemben vannak kövek is, ugye, ott is tudok működni. Meg imádom az ilyen tengerparton letelepedős részeket, igazából tök szeretem. Megnézzük, hogy erre nincs-e valamilyen lakott épület, ezután a folyókanyarulat után, oké, srácok. És akkor, hogyha nincs, akkor letelepedünk ide valahova. Megnézzük, hogy működik ez a papír, és papírból csinálunk. Kraftolgatunk dolog. Hú, basszus, mekkora távolságok vannak ebben a játékban. Az ember olyan, úgy veszi, úgy érzi, hogy na, mindjárt odaérek, na, mindjárt odaérek, közben. Az micsoda, hogy gyerekek? A szikla. Hoppa, vizesek lettünk. Nem nagyon szereti a vízbe közlekedést egyébként a karakterünk, főleg... 5-3, nézem a HP-t, mert elég hamar meg tud zuhanni. Az mi? Tűnt, hogyha lenne itt benne egy ilyen üreg. Ezt nézegetem, nehogy véletlenül valami olyan élőlény legyen, ami megdarál, berarál minket, attól félek egy kicsit. De ez micsoda? Hát jó, a köveknek a textúrája az olyan, amilyen, ahogy látom. Sajnos nem tudok felmenni, megnézem másik oldalról. Van benne egy üreg ebbe a kőbe, most ez nem tudom, hogy ez egy... Hogy is hívják-e? Valami barlang, vagy csak egy ilyen képződmény, ilyen alakú. Aha, ott be tudok nézni. Sőt, be is tudok menni. Hát... Szerintem ez egy barlang lejárat, gyerekek. Itt valahol le kellene mosannom. Így, nagyon jó. Húskacok. Ja, víz van benne. Jó. Víz van benne, viszont, ja, óvatosan, hogy nehogy beszoruljunk valahova. Jó van, oké, akkor ebbe ez igazából semmi, úgy látom, hogy csak víz van benne. Na, de viszont egész kis baba ez a környék. Lehet, hogy csinálunk egy ilyet, hogy letelepedünk ide valahova. Vagy pedig nézzünk még egy kicsit távolat. Valami hegyre ránéző rész van, az is jó lenne, vagy pedig ha hegyről néznék lefele. Úgy láttam különben tényleg ilyen olyan komolyabb lakott területek ebben a játékban nincsenek egyelőre, de bőven megelégszek én ezzel is. Szerintem a túloldalon fogunk letelepedni, ott van bőven fa, és akkor nem kell folyamatosan átjönnöm ide. Átúsznom, ugye? Ha látjátok, látjátok, látjátok? Sebződtünk. Nem tetszett neki ez a vízes dolog. És megint, megint, megint. Nem jó, nem jó ebbe a vízbe mászkálni. Na jó, akkor itt lesz szerintem itt lesz a házikó. Oda fogunk rálátni a túloldalon lévő hegyekre, ami elég szép. Na srácok. Ezt kicsapom. Jó, oké. Akkor szerintem ez a tengerpart itt bőven megfelelő lenne. Nézzük meg, hogy működik a kraftolás, erre még én sem tudom ám. Fú, azt mondja, hogy ház. Azt mondja, hogy mindenképp ahhoz kell ilyet csinálnom. Egy darab papír kell. A papírt meg elvileg tudok csinálni valahol. Van olyan, hogy papír. Hálózsák. Hálózsákot is jó lenne csinálnom. Ütőanyag, puskapot. Hálózsákot miből tudok? Szövetből. Nézzük meg itt a dolgokat. Olyan kellene nekem, hogy papír. Valahol látjátok papírt?
Csillázás. Nem látok. Nincs olyan, hogy papír. Na, szerintem itt nagyon erre. Oké, itt nincs. Kell lennie olyan, hogy olyannak egy papír. Itt nincs. 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 Nehogy már ne legyen, hát akkor hogy lehetne kraftolni ezért? Kell lenni papírnak. Kötszel. Kalapács kőbalta, balta csákány. Sugárzás védelmi kabát, szövetből. Igazából ezeket mind meg tudnám csinálni. Nagyon jó. De itt a papírom. Oké, puskapor, fűtőanyag, papír. Na, csinálunk papírt. Egy darabot, és megnézzük, hogy ez hogy működik. Addig meg szerintem vágok fát, mivel... Ó, basszus, de annyira, annyira meglepően jól néz ki a játék, hogy hihetetlen. Vágok egy csomó fát, mivel az kell. Már elég gyorsan megcsinálni ezt a papírt. Lehet, hogy nem megyek addig fel. Olyan furcsák a távolság érzetem. Például úgy érzem, hogy oda például fel tudnék a hegycsúcsra mennie. 2 perc alatt, aztán közben meg szerintem egy órát megyek, akkor se jutok oda fel. Na, akkor kész a papír, egy darab papír meg, és nézzük meg akkor azt, hogy zajlik. Itt ugye, elvileg most már tudunk, hol van building plane. Oké, terv. És az elvileg úgy lesz, hogy ha ezt lerakjuk, akkor utána tudjuk megépíteni a terv szerint, oda, ahova éppen, az egér mutató mutat. Nem tudom, hogy zajlik, ki fogjuk próbálni komolyan. De nekem tetszik ez az egész. És egy sugárzásvédő ruhát fogok mindenképp készíteni, nem hagyományos, hogyha rájövök, hogy tudok. Oké. Ezt elvileg akkor ide le tudom rakni. Mi ez? Na nézzük. És akkor elvileg, ha ráváltok, így, és akkor van egy ilyen kocka, de ha jobb gombot nyomok, akkor tudom kiválasztani, hogy mi legyen. Például ugye blokk legyen, window, ablak, és bármit, látjátok, tudtok csinálni így. Oszlop. Ugye először nekünk mindenképpen valamilyen alap kellene, ugye? Az alap, az ugye ez. Ez micsoda? Ez mi? Ha megjön egy repülő. Nem tudom, mi értelme van ezeknek a repülőknek. Na most, hogyha én rányomok, akkor elkezdi készíteni az alapot. Ez tetszik. De másfajtát mit tudok? Például vol. De nem, ezt meg nem engedi. Csak ezt engedi? Rányomok, hogy... Ja, hogy rá kell nyomni, nézzétek. És akkor utána akkor elkezdi építeni azt. Ez viszont marha jó. És nagyon jól néz ki, nagyon jól néz ki, sokkal jobban néz ki, mint az előző részben. Ezt nem tudom, hogy mi. Ja, ez ilyen fej. Marha jó gyerekek. Én már most szerelmes vagyok ebbe az építkezési dologba. Ez mi? Ja, ez ablak rács. Ne, hogy megépíts, nem akarom. Ja, még nincs kész az, nézzétek, ha ráviszitek az egeret, akkor írja, hogy hány darab fából készül, és hogy mennyi kell még hozzá. Arra jó. Na, egy ilyet csináljunk még. Hát mennyivel százszor jobb, mint a másik játék, gyerekek? Menjünk fát vágni. Mármint az előző. Rohadtul jó. Na. Menjünk. Vágok fát. Vágok fát, csinálunk házikót. Rohadt jó. Nagyon tetszik. Sokkal, sokkal jobb, mint az előző. Na, eltalálhatnám. Mert végre figyelzzünk. Jó, gyors favágás. Komolyan, ez iszonyat jó. Az előző annyira nyögvelenyelős volt az a rendszer, nem? Hogy mindenből ugye le kellett gyártani. 5 fa kell hozzá, ilyen, olyan hülyeség. Itt igazából megvan a terv, és akkor kiválasztod, mit akarsz. Oké. Na. Jó.
Vágok egy csomó fát gyorsan. Viszonylag gyorsan lehet vágni. Kíváncsi vagyok, hogy ez az erdő itt kiírtam, akkor így mögém visszanő-e, vagy nem, vagy eltűnik örökre. Ne haragudjatok, egy kicsit hosszú a gameplay, de bele vagyok most nagyon. Rá vagyok izgulva erre a dologra. Oké. Egyik fától a másikig gyorsan megy az ember. Nagyon gyorsan lehet fárvágni, nagyon jó ez. Nagyon jó ez a remszer, tetszik nagyon. Oké, gyorsan. És akkor megyünk le, és akkor befejezzük a házikot. Valami, de nagyon-nagyon tetszik ez a rendszer, nagyon jó. Kellene mindenképp legalább, kellene egy hálószoba, és kellene egy olyan rész, ahol craftolgatunk, és most csinálunk még egy tornyot is. Hú. Oké. Szupi, menjünk vissza. Nem bírom ki, hogy ne építsek. Na, akkor elvileg most kellene csinálnunk, mit kellene építeni. Kellene még mindenképpen alap. Néhány. Hány darabot építsünk? Hogy legyen az épület? Ide mindenki, vagy ide hátra? Lehet, hogy ide hátra. Oké, tökéletes. Minusz 300 fa. Ez, hogy minusz 300 fa. Nincs elég faánk. Komolyan. Ez készül, ebből meg nincs elég fák. Ha van 15 ezer darabom. Nem tudom, mindegy, hát igazából majd akkor gondolom beszól a játék. Ja, hogy ezt nem jól raktam, mert nézzétek még, azt is lehet, hogy már legyen a csikodása. Jó, oké. Akkor igazából ez lehetne az ilyen nappali része. Akkor csináljunk másik. Ez mi? Nincs oda gyerekek. Nem tudom. Ez meg egy ilyen lap. Ha ez egy ilyen lap. Padló. Ezt lehetett volna akkor ilyet is. Na. Blokk az micsoda? Jó, ez egy ilyen nagy blokk. Ez nem kell. Ablak. Ajtó. Fal. Ez mi? Szóval hova lehet? Nem tudom. Mindenképp kell egy ajtónyílás, ugye? Ajtó az mondjuk nézzen. Nézzen arra. Nézzen arra, nem? Így. Jó. És akkor úgy lesz. Ez nagyon cool. Na, mindenképp kell még kettő darab ilyen. Ide. Meg ide. Kell, annyi fát fogok vágni, gyerek. Tök jó, hogy meg tudjátok tervezni kapásból. 93% stabilitás. Milyen atom jó. Na, ide mindenképp kell kettő ablak. Így. Te nagyon tuti. Akkor ide meg. Olyan fal mondjuk, amelyikre nincs ablak. Nekem olyan kellene. Sőt, lesz még egy helyiség, várjunk csak. Itt lesz akkor ez. Hogy hátul legyen még egy helyiség. Tudok én oda csinálni? Na mindegy. Mindjárt megnézzük. Sima fal lesz. Hol a wall? Itt van. Egy. 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 Úgy tök jó, hogy lehet tervezni, gyerekek. Meg tudjátok csinálni a terveket, és igazából, hoppa, ide kellene egy rampa. Volt itt rampa is. Ez kell ide nekem, basszus. Ez mi? Ez is ilyen rampa, de ez kell nekem most egyelőre ide. Ez az gyerekek, nagyon cool ez a játék, srác, kacog. Így kellenek lenni, és akkor itt lehet skasolni ki. Na, tető kellene. Hogy kell azt? Ez lehet... Ez nem? Ah, pillar. Aha. Ez micsoda? Jaj, de jó, lehetett volna ilyet is. Nem lett volna muszáj szögletes épület, hanem lehet olyan alapot is, hogy ilyen alakú, ilyen mindenféle bármilyen alakú lehetett volna.
Igazából várjatok? Ezt, hogyha ezt nem tudom felszerelni ide? Ezt mindenképp ide? Ó, de fel lehet, látjátok? És lehet akkor emeletet csinálni. Uha. Nagyon jó lesz, nagyon jó. Érzem, hogy jó lesz, érzem, hogy jó lesz. Akkor az lesz, hogy ez ide lesz. És akkor megcsinálunk egy olyat, megpróbálunk, hogy nem lehet... hogy fel tudjak menni az emeletre. Azt nem lehet, nem lehet. Na mindegy, akkor ezt így befogom én itt. Megcsinálom azt, hogy így legyen full tető. Azt majd kitaláljuk. Nagyon atom gyerek, komolyan. Komolyan mondom, nagyon beteg jó az egész. Nagyszerű, és akkor itt lesz a kecó. Jó, nem csináltam izét. Szét lehet verni majd? Biztos, hogy szét lehet. Nagyon tudjuk. Na, akkor kell majd egy csomó fát szereznem. 500, 500, 500, 100% stabilitás. Ezek igazából meg vannak épülve. Nagyon tuti. Nagyon tuti. Mi kellene még? Ablakrács. Volt olyan, hogy ablakrács. Gyerekek, ez, na, így kell megcsinálni egy ízét, egy ilyen játékot, nem? Szerintem ez ennyi, ennyi az egész. És akkor ablakrács, tessék. Ablakrács 2, szupi. És mi volt még itt? Volt még. Mit akartam? Ez nem az ajtó? Nem, a tökömet nem az ajtó, gyerekek. Ott van. Ott az ajtó, gyerekek. Kész. Open door, hogy? Elbetűvel. És hogy nyílik? Ahogy kell. Nem valami gagyi módon. Na most... Nem. Így kell csinálni basszus egy Survivor game-be az építkezést. Kész. Megtudtok, összetudtok dobni egy kecót nagyon szépen. Annyi, hogy marha jó dolgokat fogok én még itt kitalálni. Egyelőre. Egyelőre lehet, hogy ennyi. Létrát lehet kraftolni? Meg kell nézni, hogy lehet-e kraftolni. Nem bírom a bajni. Nem bírom a bajni, gyerekek. Szár. Oké, okay. Szerszámos szekrény. Van egy olyan érzésem, hogy nem lehet létrát csinálni. Úgyhogy a létra, vagy csak nem itt, nem. Oké, okay, akkor létre valószínűleg nincs. Viszont éjszaka az meg már mindjárt van. Mivel lehetne világítani? Fakett falra? Nem mi. Akkor igazából ez lenne a... Így lehet csak felmenni, ugye? Ez le... Így lehet felmenni. Tehát akkor ezt úgy tudom megoldani, hogy... Ide kell egy, oda kell egy... Így. Nem! Á! Basszus, elcsesztem ezt tető. Ne építsd! Ne építsd! Stop! Nem akarom, hogy építsd! Hogy lehet meggátolni, hogy építse? Nem tudom, hogy lehet meggátolni, na mindegy. Ez meg izé lenne, ez meg ilyen... Ó, ez tök jó. Jaj, ez egy tetőszerkezet, hát a ferás sem bele. Mégis lehetne használni ezt idejének? Mondjuk miért verem szét, én hülye? Hát hiszen lehetne ezt használni ide feljárónak. Nincs más lehetőség, csak ebből tudom megcsinálni a gyerekek. Ide kellene akkor egy blokk mondjuk. Jól gondolom? Egy blokk. Ide meg, még egy ilyen. Pillanat, itt ezt le kellene vernem valahogy. Le tudom ezt verni olyan? Ezt. Nem érem el, na ne vicceljen. Nem jó, mert folyamatosan újra épül a fa miatt, amit én belevittem. Meg most ráadásul még ezek is újraépülnek. Nagyon sejtem. Aha, ez így nem frankó. Nem frankó, gyerekek. Valamit ki kell találnom ennek. Hogy, hoppá, hogy ezt hogy tudom visszacsinálni. Megteszem az ajtót minden esetre. Nézzük meg, hogy mi van itt a háznál még. Building plane. Ez mi? Merve csapda. Ám ez nem az. Most azon gondolkozom, volt itt, láttam olyat, hogy kalapács. Ez a kalapács kőbalta. Megmentett kalapács. Kőbalta, balta, csákány, fákja, kalapács. Ezt én lecraftolom, most megnézzük, lehet, hogy ezt kell ám hozzá. Na.
és akkor megpróbáljuk valahogy kiszedni. Nagyon tuti. Nagyon örülök neki. Nagyon szupi külön, mert nagyon jól meg van csinálva ez az egész. Tök jó. Nem bírom abba hagyni ezt a gameplayt, pillanat a gyerekenek. Annyi, hogy megkészül a kalapács, és megpróbáljuk szétverni vele a... Ezt képződ még. Igaz, ez tetőnek akart lenni. Nem tudom, hogy... Nem tudom, létrát honnan tudnék leakasztani. Más lehetőség viszont nincs az emelet feljutáshoz. De még van, hát tudjátok, ez a másik. De sötét van, de nagyon sötét. Na megvan a kalapácsunk, pillanat, megnézzük. Kalapács, ez egy kalapács. Jó, négyes gombon, megnézzük, hogy ez egy kalapács mit tud csinálni. Viszont, lesz egy kis pákja, oké, így. És akkor négyes. Hát miért tököm az gyerekek? Forgatás, összetörés. Aha. És kacok, itt valami. Nem látok semmit. Biztos, hogy ezzel kell. Az már hozzá ilyen. És kalapáccsa. És kalapáccsa lehet valamit csinálni még. Jó, elvileg azt nézem, ugye? Az, hogy ugye kőfallá alakítani. Ez elvileg, ugye? Forgatás. De hát ez nem forgatja tőle. Vagy ő. Csak nem tudom, hát ez nem jó. Jó, oké, ezt nappal kell megcsinálni, nem félek oda, nem látok semmit. Ezt így nem tudom megcsinálni. Na, skracok, akkor az lesz, hogy folytatni fogom mindenképpen nappal ezt a feljön a nap, és akkor csináljuk tovább ezt a házikót, és akkor megpróbáljuk, lecraftolunk ugye még néhány dolgot. Azt akarom, hogy mindenképp legyen valamilyen felső szint, tudom, vagy létrát nem tudom, hogy tudok összehozni. Szerintem sehogy. Na mindenképp legyen egy felső szint, lehet, hogy csinálunk ide hátra egy lépcsőházat, hogyha rájövünk konkrétan arra, hogy hogy lehet megoldani azt, hogy hogy tudunk feljutni, meg hogy tudjuk leszedni ezeket az építőelemeket. Csinálunk egy lépcsőházat hátul, ugye itt lesz akkor az ilyen kraftolós cuccok, ládák, ilyesmik, felül meg lesz egy ilyen háló rész, ez meg ugye biztos tető. Na, jó, oké, akkor szerintem ennyi volt ez a gameplay, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszik nektek az új Rust, hát nekem nagyon-nagyon bejön, sokkal jobban, mint az előző. Az előző nagyon papados volt, nagyon szemerős, viszont ezzel élmény játszani. Na, köszönöm még egyszer, sziasztok!